Háztartásonként két maszkot ad a város a kanizsaiaknak, derül ki a polgármester mai videótájékoztatójából. Ahogyan arról már tegnap hírtattunk, 50 ezer darab 95%-os szűrő képességű maszkot rendelt az önkormányzat Horváth György kanizsai vállalkozó közvetlen kínai kapcsolata segítségével. A várakozások szerint a jövő hét elején érkezik meg a szállítmány Kínából. A maszkokkal ahhoz járul hozzá az önkormányzat, hogy a munkába járók, a család számára bevásárlók, az idősebb rokonokról gondoskodók nagyobb biztonságban érezhessék magukat és hozzátartozóikat. Balog László hozzátette, most az a feladat, hogy az önkormányzat megtalálja a háztartásokba való eljuttatás legmegfelelőbb módját. Előre láthatólag a maszkok steril, higiénikus és ellenőrzött borítékolása után a postadolgozói juttatják el azokat a postaládákba. Mindez ütemezetten a Jövő héttől kezdődően várható, tette hozzá a polgármester. Kiemelte: Ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő cél az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. Ha tehát minden nagykanizsai felteszi majd a maszkot, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését.